A Dorianon Borsos Csaba vállalkozó cégét kereste fel Németh Zsolt, ahol a magyar gazdasági és területfejlesztési támogatásokról beszélt a vállalkozóknak. Nagy örömömre szolgál, hogy most itt a Dorianban egy olyan vállalkozói csoporttal találkozhatunk, akik világos elgondolásokkal rendelkeznek arra, hogy milyen problémái vannak a vajdasági magyar vállalkozóknak. A házigazda Borsos Csaba nem pályázóként, hanem eladóként vett részt a Prosperitáti pályázat első körében. A jelenleg is folyamatban lévő pályázat, amit a Prosperitáti írt ki, abban a mi cégünk is részt vesz, nem úgy, mint pályázó, hanem úgy, mint forgalmazó, ugyanis tenyészállatokra cégünk adott ki bőven előszámlát. Németh Zsolt ezt követően Magyar Kanizsán egy ifjúsági fórumon vett részt, amely az itthonmaradás fontosságáról szólt. A fiatalok elmondták, a létbizonytalanság jelenti a legnagyobb gondot, mondta Kalmár Tünde, ifjúsági aktivista. Nem tudnak itthon boldogulni, akár munkalehetőség, akár szórakozás terén, tehát hogy a saját szülővárosukból el kell, hogy menjenek. Ezért próbálnak közösségekhez csatlakozni, és ezáltal megvalósítani programjaikat. Az aktív fellépésre biztatta őket Fejsztámer Róbert, a VMS Magyar Kanizsai polgármester jelöltje is. A fiatalok apolitikussága és a fiatalok közéletben való nem részvétele egy hatalmas nagy problémát vetít magunk elé, és hogy ne essen félreértés, itt nem a pártpolitizálást gondolok, hanem arra, hogy a művelődési egyesületeink, a sportegyesületeink, a civil szervezeteink szépen lassan elöregednek, nincs utánpótlás. Németh Zsoltot útjára elkísérte vendéglátója Pásztor István, a VMS elnöke is, aki nagyra értékelte a külügyi bizottság elnökének vajdasági látogatását. Nem csak most, hanem folyamatosan élvezzük az ő személyes támogatását is, aminek a gesztus értéken túlmenően azt gondolom, hogy egy hitelességi bizonyítéka is a folyamatos jelenlét, a folyamatos tájékozódás, illetve a folyamatos részvétel az itteni közösség közéletében. Németh Zsolt kíséretében ott volt még Juhász Bálint tartományi gazdasági titkárhelyettes is. A küldöttséget Magyar Kanizsán a községi önkormányzat vezetői, valamint a párt tartományi parlamenti képviselői és képviselőjelöltek fogadták.